első alkalommal rendezték meg Tolnán a civil napot azzal a céllal, hogy mindenki bepillantást nyerjen a tolnai egyesületek életébe. Első alkalommal kerül megrendezésre a tolnai civil nap. 14 civil szervezet jelezte, hogy szeretnének részt venni a programban. Nagyon széles spektrumon mozognak a civil szervezetek tevékenységei a városban. Körülbelül 60 civil szervezet működik, és ezek közül van itt most jelen 14. Bemutatkozott többek között a Vándorló Szépkorúak baráti köre is. 2017-ben alakult, 6 éve, olyan célra alapítottuk, hogy az idős embereket a mindennapi magányukból kiszólítjuk, közös programokat szervezünk nekik, minél többet együtt legyünk, és olyan programokat, amiket könnyen elérnek, nem kerül sok pénzbe, el tudnak velünk jönni akár egy fürdésre, akár egy kirándulásra. Nagyon-nagyon gazdag az éves programunk, sokat megyünk fürödni, ahogy az előbb említettem, voltunk az idei évben a parlamentben, most egy hónapja, és a parlament mellett megnéztük a zeneházát. Ez volt egy szerdai napon, és akkor ugyanazon a héten még elmentünk még egy budapesti kirándulásra, akkor a Dunapart közeli épületeit néztük, a Szent István bazilikát megnéztük, a Vigadó teret megnéztük, és akkor utána elmentünk egy másfél órás hajóúttal elmentünk Szentendrére. Szentendrének a érdekességeit megnéztük, és utána kimentünk a skanzenbe, ott töltöttünk egy egész napot. Bíznak benne, hogy az eseménynek köszönhetően sikerül újabb tagokkal bővülni, illetve ezzel együtt új közösségek alakulhatnak a városban. Csoportnak a létszáma jelenleg 76 fő. Most ez egy nagyon-nagyon jó alkalom, hogy egy standot alakítottunk ki, és akit érdekel a csoportnak, vagy hallott a csoportról, tudunk nekik adni egy tájékoztató anyagot, és akkor szeretnénk fiatalítani a csoportot. Nagyon-nagyon sok olyan idős csoporttársunk van már, 80 és 90 év között van, akik már nem tudják velünk vállalni az utat, és szeretnénk fiatalítani a csoportot, és tudnának velünk jönni, megismernék a csoportnak a működését, sok-sok új barátot tudnának szerezni, és jó érezzék magukat velünk. A jó hangulatú rendezvény keretében kuglós sütő versenyre is sor került, kevert és kertészt a kategóriában.